Különböző kultúránk, különböző tantervek és oktatási szisztémák, de közös gondolkodás a fejlődés, a jó gyakorlatok terén, napi szinten az iskolában. Az Európai Unió oktatási képzési támogatási rendszerében az Erasmus programban 2016 óta vesz részt a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium. Azóta többször is sikeresen pályáztak, és rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek. Ennek az a lényege, hogy a pedagógusaink Európa szerte különböző országokban továbbképzéseken vehettek részt, ami gyakorlatilag teljes nyitottságot jelent számunkra, megnyílt a világ az iskola számára. Görögországtól Portugáliáig a legkülönböző országokból hoztuk el a jó gyakorlatokat, amit itt be is építettünk a mi hazai oktatásunkba. Ez az iskola eredményén is határozottan meglátszik már. Jelentősen az utóbbi 10-15 évben nagyon-nagyon sokat emelkedett az iskola színvonala. És ez az új módszereknek, az ellesett új technikáknak köszönhető elsősorban, hogy most ott tartunk, ahol vagyunk, és még tovább szeretnénk fejlődni. Minden évben más és más tematika mentén zajlik a tapasztalatcsere. Digitalizáció területén nagyon sokat fejlődtünk. Tehát abban a pillanatban, amikor elkezdett, elkezdődött az online oktatás, azt nem mondom, hogy föl voltunk készülve, de voltak olyan programokat alsójunkban, amit elő tudtunk venni. A Classroom például, ugye ez a felület, ahova föltölthetjük a feladatokat, annak a képzésén már volt olyan kollega, aki részt vett, tehát át tudta adni a tudását, hogy kell használni, mit kell használni, hogyan kell csinálni. A másik nagy terület, amiben fejlődtünk, az az idegen nyelv tudás. Természetesen nem a nyelvtanárokról, hanem a többi kollega idegen nyelvtudásáról beszélek. Ez pedig lehetővé teszi azt, hogy külföldi cserekapcsolatokat is létesítsünk más iskolákkal, illetve hogy minél több kollega idegen nyelvű továbbképzésekkel részt tud venni, és bővítheti a tudását. A jelenlegi, a legutolsó programunk tematikája a módszertani fejlesztés volt, és az idegen nyelvtudás fejlesztése. Tehát 18-an vettünk ebben részt, többek között három iskolalátogatási program is szerepelt benne, egy úgynevezett job shadowing, amikor négy kollega egy hetet tölthet ki egy másik intézményben, órákat látogathat, vezetőkkel beszélgethet, tanárokkal beszélgethet, tehát egy bepillantást nyert a külföldi iskola életében. Itt Lettországban, Litvániában voltunk, és még ősszel lesz egy görögországi hasonló program. Tehát direkt nem olyan iskolák, vagy nem olyan országokat választottunk, akik toppok, hanem akik a fejlődés vonalán állnak, ugyanonnan indultak, ahonnan mi, és megnézzük, hogy ők milyen úton tudtak fejlődni, mennyit tudtak fejlődni, és nagyon jó tapasztalataik vannak. A következő időszak tekintetében egyébként változott a metódus, és több évre előre tudnak tervezni a legutóbb megnyert pályázattal. Ez a program négy részből áll majd. 2022-től pályázhatunk úgynevezett akkreditációra. Ezt megírtuk, nagyon nagy munkával, és meg is nyertük. Ez azt jelenti, hogy 2027-ig gyakorlatilag évente csak a pénzeket kell hívnunk, amit szeretnénk a külföldi továbbképzésekre fordítani. Ennek a tematikája az, hogy a STEAM programot szeretnénk megvalósítani, hát először is megtanulni, utána bevezetni az iskolánkban, továbbfejlődni a digitalizáció területén, a fenntarthatóságra szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni, és továbbra is az idegen nyelvi kompetenciánk erősítése a cél. Az első rész egyfajta komplex tudásátadási módszer megismerése, elsajátítása és beépítése lesz. A Steam program az egy nagyon érdekes, még mi is barátkozunk vele, hogy mit is fogunk csinálni. Hát a tudomány, a technika, a matematika és a művészetek összekapcsolása egy programba, hogy hogyan tanítsunk hogy mindezeket a tudományterületeket egy, egyesítjük, és így próbáljuk átadni a tudást. Úgyhogy nagyon-nagyon izgatottan várjuk. Bővült a programunk azzal, hogy ezen a finnországi képzésen már nem csak tanárok, hanem diákok is részt fognak venni. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egymásnak is átadjuk, illetve átadják a tudást hogy nem csak csak a tanár áll a középpontban hanem a gyerekek is megtapasztalhatják a saját bőrükön hogy mi is ez az új módszer a diákokat a teljesítményük alapján választják majd ki, és minden képzési területről, így a nyelvi, a természettudományos, vagy a médiaosztályokból is mehetnek majd gyerekek is a külföldi iskolákba szerzésre. Fontos területe még a programnak a fenntartható fejlődés, és az, hogy ez mit is jelent a mindennapi iskolai gyakorlatban. Minden, ami a mindennapi életünket érinti, kezdve onnan, hogy mennyi szemetet termelünk, tehát nem szabad. Tehát, hogy egy, csökkentsük azt a szemét mennyiséget, ami keletkezik az iskolában, és innen építve, tehát alulról építve próbáljuk a fenntarthatóságot is biztosítani, hogy ne csak az, hogy szelektíve gyűjtsük a szemetet, nem, nem kell szemetet termelni. Hogy tudjuk azt elérni? Hogy tudunk tudatosan vásárolni? Hogy tudunk az energiával takarékoskodni? Tehát, és ez bármelyik órába beépíthető a nyelvórákba, pontosan olyan hatékonyan működik, mint a földrajzórákon, vagy akár matematika óránba is lehet ilyen feladatokat hozni. Tehát ez a fenntarthatósági téma megint az, ami, ami szerintem minden tantárgyat érinthet. Az érintett képzéseket folyamatosan választják majd ki az intézmény vezetői tanárai.